egy rendkívüli testületi ülés keretében átadhattam megállapodást a Felsőzsoca önkormányzati testületének, azaz polgármester úrnak, Tóth Lajosnak, amely arról szól, hogy a kötvény kibocsátásból származó adósságnak a 50%-át vállalta át a magyar állam. Az árvíz utáni szörnyűségeket megélve egyedüli segítségünk a civileken kívül a kormány volt, teljesítette az ígéretét a magyar kormány, amennyiben újjáépítette Felsőzsolcát. Nem feledkezett el arról, hogy ez a szörnyűség még egyszer meg ne történjen. Megépült a Felsőzsolcát körülvevő körgát, és tudva azt, hogy milyen nehéz anyagi helyzetben van városunk, önhiki segítséget kaptunk mind a két évben, ami rendkívül nagy segítség volt a költségvetésünk karbantartásában és teljesítésében. A következő ilyen segítség volt a PPP beruházásban épült sportcsarnok átvétele, ami körülbelül 550-600 millió forint adósságtól mentette meg önkormányzatunkat. És most pedig ez a kötvény adósságból eredő 50%-os adósság átvállalás, ami még 20 évre terhelte volna Felsőzsolca önkormányzatát és lakosságát, mert természetesen minden adósság kiterjed a lakosságra is, mivel a saját bevételünket részben az iparűzés adóból, részben pedig a lakossági adóból tudjuk fedezni. Ezzel az átvállalással 463 millió forint és a járulékait vette át a kormány, ami azt jelenti, hogy 20 évre vonatkoztató évenként körülbelül 40 millió forint könnyítés jelent Felsőzsolcának a saját bevételünk terhére nézve. Ezt az összeget a korábban, tehát a múlt év végén már veszélybe került GAMESZ, a önkormányzat műszaki gazdasági ellátó szervezetének munkatársai vonatkozásában, körülbelül 38 embernek a munkahelye volt veszélyben, és ezt az összeget erre fordítja a testület, tehát a munkahely megtartására fordítja a testületünk. Reméljük, hogy ezt hosszú időn keresztül meg is fogjuk tudni tenni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy Felsőzsolcáról sem feledkezett el a kormányunk.